Rendkívüli ülést tartott ma a szerbiai parlament, amelyen a választási törvény módosításairól vitáztak a képviselők. Az egyik legfontosabb indítvány a választási küszöb csökkentésére vonatkozik. A szerb haladó párt módosító javaslata alapján a parlamentbe kerüléshez a jelenlegi 5%-os választási küszöb helyett 3%-ra csökkenne. És Pásztor Bálint továbbra is a vendégünk. Mi a célja ennek a választási küszöböt 5%-ról 3%-ra csökkentő módosításnak? Ez természetszerűleg azt fogja eredményezni, hogy sokkal több párt fog a parlamentbe kerülni, tehát sokszínűbb lesz a képviselőház, sokkal kevesebb szavazat fog elveszni olyan értelemben, hogy eddig ugye azok a pártok, amelyek 5%-nál kevesebb szavazatot kaptak, nem jutottak be, és a rájuk leadott szavazatok gyakorlatilag elvesztek. Egy ilyen sokszínű, nemzetileg is, vallásilag is, más tekintetben is sokszínű államban a részarányos választási rendszer jobb, mint a többségi, és a részarányos választási rendszer esetében pedig mindig az a kérdés, hogy hány százalékban határozza meg a törvény a küszöböt. Ez az elmúlt évek közel két évtized folyamán 5% volt Szerbiában, és most 3%-ra fog módosulni. Ez kinek jó, kinek rossz? Egyszerűen megkérdezve. A legerősebb, az éppen adott pillanatban legerősebb pártnak mindig a legrosszabb, a kis pártoknak pedig jó, hiszen könnyebben léphetik át ezt a küszöböt, és könnyebben, kevesebb szavazattal juthatnak mandátumhoz. A kisebbségi pártokra ugyebár ez nem vonatkozik, hanem az úgynevezett természetes küszöbrendszer. Ezen kapcsolatban ön beadott szintén egy módosító indítványt a Vajdasági Magyar Szövetség nevében. Ennek mi a lényege? A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői nyújtották be ezt a módosítási indítványt, amelyről az elmúlt hetek folyamán többször hosszan tárgyaltunk a Szerb Haladó Párt képviselőivel, ugyanis ez, amiről az előbb beszéltünk, ez jó az országos pártoknak, mármint a küszöb csökkentése, viszont a kisebbségi pártokra ez nem vonatkozik, a természetes küszöb vonatkozik rájuk, és most muszáj lesz egy picikét belemélyedni a matematikába. Tehát az a lényege a dolognak, hogy a kisebbségi küszöböt úgy számolják ki, hogy a mandátumot eredményező szavazatokat összeadják, és elosztják a képviselők számával országos szinten 250-nel. Ebből az következik, hogy a kisebbségi pártnak, bármelyiknek az a jó, hogyha minél több párt marad a küszöb alatt, hiszen a rájuk leadott szavazatokat nem számítják bele ebbe az összegbe, amit elosztanak 250-nel. Na most, mivel 3%-ra fog csökkenni a választási küszöb, sokkal kevesebb ilyen úgymond lehulló szavazat fog lenni, hiszen nem mindegy, hogy például a 3 milliót osztjuk 250-nel, vagy a 2,5 milliót, vagy a 3,5 milliót. Tehát nyugodtan megállapíthatjuk akkor, hogy ez a kisebbségi pártoknak hátrányt jelent. Ez a kisebbségi pártoknak hátrányt jelentett volna, hogyha mi nem adtuk volna be ezt a módosítási indítványt, és ideje korán nem kezdtünk volna erről a tárgyalni, annak érdekében, hogy a kisebbségi természetes küszöböt is korrigálja a jogalkotó, a parlament, annak érdekében, hogy nem mi legyünk a kárvallottjai ennek az egyébként mindenki más számára jó küszöb csökkentésnek, és amennyiben szombaton elfogadásra kerül a VMS módosítási indítvány, akkor az azt fogja eredményezni, hogy nem mi leszünk ennek a folyamatnak a vesztesei, és nem következhet be az a helyzet, ami egyébként előállhatott volna, hogy ugyanannyi szavazattal kevesebb mandátumhoz jutottunk volna a 16-os vagy a 12-es választáshoz képest. Annyit emelnék még ki ezzel kapcsolatban, hogy hihetetlen, hogy a VMS-en kívül egyik másik kisebbségi pártnak se jutott eszébe a lényeg, hiszen minden másról volt szó a szükséges támogatói aláírások számáról, volt szó a nemzeti tanácsok szerepéről, volt szó mindenféle mondva csinált kérdésről, éppen csak a lényegről nem beszélt senki, és hogyha a VMS nem kaparta volna ki, vagy nem kaparná ki a gesztenyét
a többi kisebbségi pártnak, akkor a kisebbségi pártok lettek volna az egyértelmű vesztesei a választási törvény módosításának, annak ellenére, hogy nem ez volt a cél, csak hát erre az apróságra senki más nem figyelt. Ugye már tavasszal választásokra készül az ország, az ellenzéki pártok közül sokan egy tömörülés is bejelentett, hogy bojkottálják magát a minden szinten a választást. Ez mit jelent a kisebbségi pártok számára? Tehát akik részt vesznek. Igen, én nem szeretnék arról spekulálni, hogy kik fognak részt venni, kik fognak indulni, hiszen látjuk napi szinten, hogy változik a helyzet. Én azt gondolom, hogy a bojkottnak számottevő eredménye és hatása nem lesz, ami azt jelenti, hogy nem lesz sokkal alacsonyabb a részvételi arány, mint a korábbi választások esetében. Tehát én arra számítok, hogy közel 50%, vagy még az is lehet, hogy 50% fölött lesz a választási részvétel. Nekünk az a feladatunk, hogy a mi szavazóbázisunkat mozgósítsuk, elszámoljunk az elmúlt 4 évről, elmondjuk, hogy milyen elképzeléseink vannak a következő esztendőkre vonatkozóan is, és hogy azt a szavazatszámot, amit reálisan össze tudunk gyűjteni, illetve azt a bizalmat megszerezzük, ami szükséges ahhoz, hogy komoly politikai erőként, a kisebbségi pártok között komoly politikai erőként tudjon a VMS a következő időszakban is politizálni. Az elmúlt napokban számos fórumon kritizálták azt a javaslatot, miszerint a kisebbségi listák állításához az adott kisebbség nemzeti tanácsának, mint egy hozzájárulása is szükséges. Mi volt itt a kritika alapja? Miért nem jó ez egyesek szerint? Hát a kritikának nincs alapja egyébként, legalábbis a magyar közösségre vonatkozóan, és erre utaltam az előbb, amikor arról beszéltem, hogy épp hogy csak a lényeggel nem foglalkozott senki, hanem minden másba kapaszkodott bele. Az én számomra fölfoghatatlan, ugyanakkor fölháborító, hogy vannak olyan magyar pártok, amelyek számára elfogadhatatlan, hogy a Nemzeti Tanácsnak a hatáskörei bővüljenek, és hogy a Nemzeti Tanácsnak komoly hatáskörei legyenek, akár a választási folyamatra vonatkozóan is. Én nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy bárki is irányítja a Magyar Nemzeti Tanácsot egy adott esetben, olyan magyarként bejegyzett pártoknak, amelyek évtizedek óta működnek, vagy évek óta működnek, ne adjon ki egy bizonylatot, vagy egy igazolást arról, hogy valóban magyar pártokról van szó, hiszen arról beszélünk most, hogy a javaslat értelmében ahhoz, hogy kisebbségi pártként indulhasson valaki a választásokon, a Nemzeti Tanácsnak valamiféle dokumentumára lesz szüksége, majd meglátjuk, hogy ez végzés lesz, vagy vélemény lesz, vagy mi lesz. És nem azok a pártok a célpontjai ennek a megoldási javaslatnak, amelyek valóban kisebbségiként működnek, hanem minden választás alkalmával vannak olyan politikai nyerészkedők, akik egy adott nemzeti közösség pártjaként tüntetik föl magukat. Magyar viszonylatban ez a republikánus párt. Én nem hiszem, hogy van vajdasági magyar ember, aki akár tagja, akár szimpatizánsa a republikánus pártnak, hiszen nincsenek is magyarok ebben a pártban, ez egy belgrádi székhelyű párt. Nem szeretnék nekik reklámot csinálni, csak a példakedvéért emlegetem őket. Ők választásokon múltkor is, meg azt megelőzően is a Magyar Nemzeti Közösség pártjaként vettek részt, azért, hogy 15 ezer szavazattal plusz-minusz néhány ezerbe juthassanak és mandátumot szerezhessenek. Ez nekik nem sikerült, ugyanakkor jelenleg is a parlamentben a zöld párt, a szlovák nemzeti közösség pártjaként szerzett mandátumot, úgyhogy semmi köze nincs a szlovák nemzeti közösséghez. Használták azokat és visszajöttek azokkal a lehetőségekkel, azokkal a kiskapukkal, amelyek a törvényben adottak. Korábban a vlahok esetében volt ilyen. Úgyhogy ennek a megoldásnak az a lényege, hogy kiszűrésre kerüljenek azok a pártok, amelyek kisebbségiként tüntetik föl magukat, és soha semmilyen közük nem volt az adott kisebbségi közösséghez. Pásztor Bálintnak köszönjük szépen, hogy mindkét témában a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget.